Na szóval srácok, én Baluka vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóval, és a mai videóban a Minecraft történetében valaha volt legnagyobb robbantást szeretném nektek bemutatni. A videó elején három információt szeretnék elmondani, a köztük a legfontosabb, hogy a mai nappal véget ér a nyereményjáték, amit ugye a Facebook oldalamon hirdettem. A második információ az, hogy mivel jelenleg 4 lámpával világítom meg a fészkemet, ezért rettentően nagy a hőség, úgyhogy a ventilátor végig maximumon fog pörögni, és remélem nem fog nagyon belehallatszódni. A harmadik pedig az, hogy a mai videóban kicsi indiai lánykának költöztem, szóval ezért szri. Na de ne is húzzuk tovább a szót, kezdjük el! Szóval, mint ahogyan mondtam, a mai videóban ilyen nukleáris robbantás modot szeretnék nektek bemutatni. Igazából a mod eléggé sok itemet ad, mint ahogy az összes többi modtól megszokhattuk, viszont a mai videóban többek között csak ezekről, illetve pár kiegészítőről lesz szó. Nos hát kezdjük is el, a mai videóban kétféle rakétát szeretnék nektek bemutatni. Igazából ezt a nuk top, illetve a nuk bottom, ez a két blokk lesz az, amit le kell tennünk, és ezek fogják alkotni a rakétánkat. Kezdjük mondjuk a nuk toppal, és mögé le kell tenni a nuk bottomt, illetve ezzel a flip. Persze, össze kell őket kapcsolni, azaz így, hát rakétává kell őket alakítani. Rá kell kattintani mind a két blokkra, és akkor már kész is van a rakéta. Na így néz ki igazából, srácok, az első rakéta. Láthatjátok, hogy az elején van egy ilyen nukleáris logó, vagy mondjuk fidget spinner logó. Mint ugyan láthatjátok, a rakétát nem lehet megnyitni, kivéve akkor, hogyha ezt a pliers-t használjuk, vagy pliers, igazából itt láthatjátok a rakéta felépítését. Itt láthatjátok, hogy enyhe zöld színezés van ezeknek a töltényeknek, ugye kettőféle ilyen nukleáris cuccunk van, az egyik ilyen zöld, a másik pedig ilyen lila. Pontosabban nem, mert végül is van egy üres is, illetve van egy redstone, de ezzel még nem jöttem rá, hogy mire valók. A lila, amiről beszéltem, az pedig ez a hidrogénrod. Na szóval srácok, töltsük is tele ezt a rakétát, ugye láthatjátok, hogy esetlegesen hárommal is el lehet már indítani, és akkor ugye 7,5 megatonnás lesz, vagy hát igazából én nagyon nem értek ezekhez a űrkutatás, bombarobbantás, bányarobbantás, vagy nem is tudom, hogy mi ez. Így, hogy most már teljesen feltöltöttük ezt a nukleáris bombát, már 25 megatonnával nyomja. Az elére fel kell helyeznünk egy ilyen fuse-t, ami ugye a rakétának az eleje lesz. Láthatjátok a képernyő hozzám közelebbi részén, hogy amikor felrakom a fuse-t a tetejére, a bombánknak kicsit megváltozik az eleje. Eltűnik innen ez a nukleáris logó, és igazából egy ilyen, hát végül is tényleg olyan, mintha egy rakétának feltennénk az elejét. Illetve, hogy láthatjátok, most már egyetlen egy dolog hiányzik ahhoz, hogy elindíthatjuk a rakétát, ez pedig nem más, mint a timed bomb. Ez lesz igazából az, ami visszafele számol, és már láthatjátok is, hogy elkezdett visszafele számolni, és igazából amint lejár az idő, kezdődhet is a hatalmas robbantás. 18 másodpercig van, még én itt elbeszélgetek, meg megnézzük szépen ezt a bárányt, elemezzük, 4 láb, 1 fej, fehér szőrzet, baszódjál meg. Na nézzük srácok, nézzük, ott a bomba le van helyezve, kilőni nem fog, viszont felrobbanni annál inkább, és hamarosan valószínűleg robban, igen, igen, el is kezdődött a robbanás, na! Szóval igen, így néz ki a kis robbanás. Na azért ez eléggé menő. A Minecraft történetek valaha volt második legnagyobb robbantása. És nézzétek, nézzétek, nézzétek meg, ahogy a kirobbantja alatta lévő kőzeteket. Az igen gyerekek. Ezt figyeljétek, ez milyen menő néz ki. Ez olyan hatalmas robbantás, hogy még a Minecraft sem bírja bekódolni. Mi a tosz? Láthattátok, ennyi volt igazából a robbantás, illetve nézzétek, hogy a fák is hogy kigyulladtak, és azt a vaskos. Illetve láthatjátok, hogy a föld ilyen enyhe nukleáris hatás alatt van. Igazából ez azért ilyen, mivel ugye nukleáris rodot tettünk bele a rakétánkba, és ugye amint az felrobban, hát ilyen olyan, mint hogyha atombomba robbant volna fel. És nézzétek meg gyerekek, ezt nézzétek, hogy milyen menő, illetve valahol láttam gyémántot. Itt egy kis gyémánt. Na szóval srácok, ez lett volna az egyik robbanó anyag. Nézzük meg, hogy a következő mivel lesz ennél nagyobb. Szerintem megtaláltam a helyszínt a következő, azaz a hatalmas bobbánk robbantásához. Igazából ezt is ugyanúgy kell felépíteni, mint a másikat, azzal a különbséggel, hogy mind a kettő ilyen rakéta részből négyet kell leragni, illetve úgy tudjátok összeaktiválni ezt egy rakétává, hogy ide a bal felső sarokba, azaz a topra rákattintatok ugye a pliers-szel, és hát igazából itt lenne a rakéta, amibe beleszorult egy szegény bárányka, úgy menj a rémbe, úgyis meg fogsz állni, szóval teljesen mindegy. Na szóval srácok, itt van ez a rakéta, igazából erre is csak a pliers-szel tudtok ugye bemenni a menüjébe. Dik, a bárány meglovagolja. Szóval ehhez a rakéta az valamivel több anyag kell, mint az előzőhöz, mert hogy ide most már kell két különböző másik tárgy. Na jó, van, akkor kezdjük is feltölteni. Szükségünk lesz nukleárodra, hidrogénrodra, fuse-ra, antennára, illetve timed bombra. Na kezdjük is el ténylegesen feltölteni a rakétát, bepakoljuk szépen ide a hidrogénrodokat, és amint ezzel megvagyunk, berakjuk szépen a két
antennát, ide egyet és ide egyet, előre a fuse-t, illetve hátulra a tiny bombot, és el is kezdődik a 25 másodperces visszaszámlálás a cárbombánál. Kérem szépen, ez a cárbomba 18 másodperc van a robbanásig, nézzük meg, hogy tényleg mit tud. Na srácok, hamarosan fel fog robbanni, már hallom, hogy visszafele ketyeg a bomba, ti lehet nem halljátok, mert nagyon halkra van véve a Minecraft. Na nézzük, na az igen, gyerekek, lol. Az, lol, ho-ho-ho-ho. Azt figyeljétek, srácok, mekkora robbantás. Illetve, enyhén kiszedte igazából a talajt, hogy mit ne mondjak. Enyhén szétkapta itt a területet. És lent is, mekkora robbanás, gyerekek, azt a mindenit. A Minecraft történetében a valaha volt legnagyobb robbantás. Illetve annyira nagy, hogy még az FPS-emet is rendesen levitte. Most hát megvártam azt, hogy vége legyen a robbantásnak, mert nagyon-nagyon laggoltam. Az őszintét megvalva eléggé komolyan néz ki, az előző sem volt kiskutya, de ehhez képest ez mindenképpen nagy tesó. A gránátos módban is találhatatok hasonló blokkokat, amik ugye felrobbant egy gránát, akkor szinte ugyanígy elkohosodtak ezek a kőzetek. Na szóval srácok, ez lenne a Minecraft történetének valaha volt legnagyobb robbantása, legalábbis ahogy én informálottam, ez volt az. Vagy ha nem, akkor írjátok le kommentbe, és arról is fogok csinálni egy videót. Na jó, most játszok, ezzel a festői tájképpel szeretném lezárni a videót. Hogyha tetszett és szeretnétek még ilyen videókat, akkor kérdődjük egy lájkot, iratkozzatok fel és osszátok meg. Én mondjuk nagyon örülnék, hogyha erre a videóra is meg lenne az 5000 lájk. További szép napot mindenkinek, én Baluka voltam. Sziasztok! Pontosabban indiai lányka Baluka.